Brüsszelben találkoztak az Európai Néppárt külkapcsolati titkárával, Patrick Wollerrel. Mi volt a találkozó apropója, milyen kérdésekről egyeztettek? A Vajdasági Magyar Szövetség az Európai Néppárt társult tagja, és jelenleg az egyetlen szerbiai párt, amely ennek a csoportnak a tagja. Rendszeresen meghívást kapunk a néppárt különböző testületeinek ülésére, és Patrick Wollerrel külügyi biztosként rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. A jövő héten Luxemburgban ünnepli a néppárt fönnállásának 40. évfordulóját, és többek között a bővítéssel foglalkozó munkacsoport ülése is várható Luxemburgban. Elsősorban erre szerettek volna fölkészülni, ugyanis a néppárt delegációja tavaly járt Szerbiában, és a szerb haladó párt fölvételéről is tárgyalnak, illetve az általános szerbiai jelentésről, tekintettel arra, hogy választások után vagyunk, és persze érdekelte őket, hogy a VMS hogyan szerepelt a választásokon, amit hát részben tudnak, de az elképzeléseinkről, hogy hogyan tudunk felelősséget vállalni, milyen formában az elkövetkező szerbiai kormányban. A Vajdasági Magyar Szövetség tagja az Európai Néppártnak. Milyen előnyökkel jár ez európai szinten és a szerbiai politizálás terén? A Vajdasági Magyar Szövetségnek milyen a kapcsolata a néppárttal, illetve milyen gyakran veszik fel a kapcsolatot a különböző kérdésekkel kapcsolatban? A néppárttal való kapcsolatunk igen jó, és sőt, még inkább kibontakozó attól a pillanattól kezdve, mint társult taggá váltunk. E-mailben rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, illetve elsősorban Deli Andornak köszönhetően, illetve a Fideszes delegációnak köszönhetően, de a már említett tisztségviselőkkel is rendszeresen kommunikálunk, és szinte havi szinten kapunk meghívást különböző testületi ülésekre. A legfontosabb, hogy a néppárt a legbefolyásosabb és a legnagyobb párt úgy az Európai Parlamentben, mint a különböző testületekben, és így módon, tehát állandóan kikérik a VMS képviselőinek a véleményét különböző kérdéseket illetően, és kihathatunk nagyon fontos politikai döntésekre. Persze ez alkalommal elsősorban mi is, tehát a néppárti különböző politikusok segítségét kértünk abban, hogy a 23-as és a 24-es fejezet amennyiben lehetséges még júniusban kerüljön megnyitásra. Ezen belül különösen a portugál kollégának, tehát a néppárt egyik alelnökének arról beszéltünk, hogy mennyire fontos a 23-as fejezet keretein belül a kisebbségi akcióterv megvalósulása is, és ennek mekkora hatása van a szerbiai kisebbségekre, beszámoltunk külön a magyar kisebbség helyzetéről. Igen, érzékelhető ez a mindennapi életben, tehát a vajdasági magyarság szempontjából. Kovács Elvira, köszönjük szépen!